Na vadászunk egy utolsót momentumra, srácok, az utolsó FIFA 365 display bontás. Sőt, hát megvelem kockáztatni az utolsó bontások egyike. Lehet lesz még egy kettő ebből a FIFA 365 ből hiszen szeretnék olyan videót, ami elmaradt ennél a szériánál, hogy minden termékből bontunk egyet, az valamiért így most kimaradt. De most momentumra fogunk vadászni ebből a displayből. Display bontás volt már október környékén a csatornán, de most lesz még egy így áprilisban, április végén. Reméljük, hogy bejön az a Momentum, hiszen a tavalyi szériánál beadta a display a Momentumot, úgyhogy 50 csomagból megpróbáljuk levadászni a 200 csomagonként nyitható kártyát, tehát ezt már önmagában kicsi brutális kivondani, mert 25 esélyünk van. Na de, itt van a display, ugye 400 forint egy ilyen csomag, ez egy külföldi display, ami itt van, úgyhogy reméljük, akkor a külföldi szerencse velünk lesz. a Panini zárjegyet már el is vágtam, és akkor csináljuk meg szokás szerint a displayt olyanra, mintha a boltokban lenne. Mi történt a display bontó képessége? Mert a tegnapi stambulgeist Videóba sem ment ez zökkenő mentesen, na de csak megoldjuk, és akkor elénk is tárul ez a brutális mennyiségű 50 darab kártyacsomag, még mindig durva ezt így egybe látni egy szériánál, ez minden ilyen széria display nem egy igazi élmény. Ugye ebből már volt album bemutató, egy 150%-os, de akkor kimaradt még a Momentum meg a Limited bemutató. Azóta berendeztük a Limited albumomat is, albumunkat is, úgyhogy jövök nektek egy Momentum plus Limited album mutató videóval is majd itt a következő napokban, jövő héten. Szerintem ugye 459 kártyát lehet kigyűjteni, 50 csomagonként van Invincible, 25 csomagonként Topmaster, tehát két master és egy Invincible mindenképpen kell jöjjön a mai videóban, de nekünk sokkal fontosabb lenne azt a momentumot megszerezni. A displayt meg átcsúsztatom ide, mert egyelőre sajnos... Hát Elképesztő dolog történt. Szerintem valamilyen mondatban vagy szóban kimondtam azt, hogy Sziri, és a megbukom, meghallotta, rákeresett egy zenére, és elkezdte lejátszani. Ezért volt egy hirtelen vágás, meg egy meglepődés. így Oké, okay. szóval, ö, hol is tartottunk? Már is felejtettem, srácok. Nem tudom, hol tartottunk. Annyira meglepődtem, hogy nem tudom, hogy hol tartottunk. Bontsuk a csomagokat, és vadásztuk le a momentumot. Valam az biztos, hogy. Ö, mi mindenképpen lesz egy ilyen momentum, momentum, illetve Limited bemutató meg is érkezik az Invincible, ami 50 csomagonként lehet kinyitni. Illetve mondom, szeretnék még egy olyan videót, hogy minden termékből bontunk egyet, de hogy mit mondtam utána, az már totál kiment a fejemből, úgyhogy bontogassunk inkább. Na, nyomjuk neki. Hát ugye múlkor sikerült kinyitni egy Momentumot az egy héttel ezelőtti, szombati videóban. Nagyon örülök, hogy ennyire bejött nektek, mindenképpen megcsináljuk majd top class is, azt beszéltük Renátóval, illetve vannak már egyéb ötleteink is hasonló videókra, de többet nem árulok el, mert nagyon izgalmasak lesznek, és nem feltétlenül itt bent a stúdióban, hanem áá, nem, nem, többet nem mondok, szerintem nagyon, nagyon jó lesz, úgyhogy akkor már sikerült nyitni a Momentumot pár csomagból, hát reméljük ez most is össze fog jönni. Azért a héten itt, ami focis kártya Bontás ott azért eléggé nagy. Szerencsével dolgozik itt a videós kéz. Na, úgy tűnik, hogy egyelőre nem jön még más izgalom, de ez bármelyik pillanatban megváltozhat. Azon már én, mintha pont az előbb lett volna. Bocsuk a következő csomagot. se rare, se momi. Talán egyetlen egy momentumot nem sikerült még kinyitnom. A Lautaro Martin ezt igen, őt még nem sikerült kinyitnom. És én reméljük ebben a videóban ez már másképp lesz. Mert mind a másik négyet, ami az alapszéria része, tehát nem az upgrade dobozokban található momentum, hanem az alapszéria része, azt az öt momentumot, abból négyet már sikerült megszereznem, kinyitnom pakból. Hát úgyhogy jó lenne, Lautaro, kérlek, hol egy interes, mert ez lehet meg kell simogatni, ott egy interes kártya kérlek Lautaro, pattanj ki, pattanj ki a displayből, de jó lenne. Jó momentum vadászat 50 pakkal és pont beadná, hát itt így megfordítjuk őket. De nincsen más semmi, ami extra. Hát az invincible meg nem lepődtem meg, hogy beadta. Egyrészt azért, hogy 50 csomagon nyitható 50 csomagot nyitunk ki. Másrészt meg az Invincible azért elég gyakori. Nagyon-nagyon gyakori. Régen azért sokkal ritkább volt, tehát az 50 csomag az tényleg 50 csomag volt, most meg hát konkrétan minden utca sarkon találsz egyet. Úgyhogy reméljük majd a Panini az invincible megint ilyen gyakoribá fogja varázsolni a következő FIFA 3 65 szériával össze. Na hát srácok, annyira forró a diszplay, nem tudom mennyire hallatszódott, de megint vágni kellett egyet. Meg a tűzoltók is elvonultak itt az iroda ablak alatt. Hát túl forrónak tűnik ez a display, de lehet ők már sejtenek valamit, hogy itt ki fog pattanni, egy, akár tényleg a Momentum, és akkor egyből idejöttek, hogy ha itt valami ilyen durvaság kijön, ott egyből oltani kell majd a tüzet. Na jó, nem. De azért behallatszódik a város zaja. Szerintem ezen tegyük túl magunkat, mintha nem is láttunk volna semmit. Oké, okay, de belecsúsznak ilyen gyártási hibák, főleg ezeknél a nagy mennyiségben legyártott termékeknél. Na most azért, most már, tehát most már azért valami izgalmat beadhatna a display, mert. Egy ideje, csak bészkártyák meg ugye, oké, okay, most jönnek ezek a time machine goldok, -ok, de olyan timétek, meg fenszek jönnek folyamat, úgyhogy most már azért valami izgalomra várnék meg, mintha kezdene ellaposodni ez a display úgy néz ki. De, na, jó, kérlek, most már, ah, adig lehetett kinyitni, ez általában szokott valamit jelenteni, hát ebben az esetben pont, hogy... Semmit, na, nézzük is a következő pakkot. Itt össze van tapadva, nagyon jó pogba, hát az eltiltott pogba a legvégén. Volt már ugye ebből a szériából kártyaháború, ború, megjön a top masterünk. Nagy, azt hittem alatt ott van még egy komolyan mondom, azt hittem alatt ott van még egy, itt van egy Upa Topmaster, Top Master, úgyhogy az elsőt beadta, már csak még egynek kell jönnie, ha minden igaz. Pont, látjátok, eleget kellett hisztizni, hogy valami izgalmasat adjon a pakk, és beadta az izgalmasat a pak. Na, mik vannak még itt? Jó display bontás. Hát igen, mostanában azért van, amikor egy szériából kétszer is ellöljük ezt. Egyszer csináltam dupla display dupla még a Katarból, úgyhogy hát majd a következőnél. Még a top is lesz sima display bontás, majd a következő 365 nél meg a dupla display is. Hát ha valami extrát be fog adni az is. Következő csomag, Ó, csak remélem azért most már a következő FIFA 365-nél nem kell ennyit forgatgatni a kártyákat, hogy így össze-vissza van benne. Hát néha már így rendesen elfárad az ember keze a nagy forgatásokba. Nézzük is a következőt. Na, valami? Semmi? Ó, nem már. Anini. Ez így olyan szomorú, hogy itt van két kártya, és egy hatalmas nagy fehérség van. Körülötte jó lenne már megduplázni itt a asztalon kipakolt, asztalra kipakolt kártyák számát. De hát szerintem már a display felén túl vagyunk, ahogy itt elnézem, ahogy fogynak a csomagok, meg nagy ütembe bontjuk. Hát ugye most már mindegyik kártyát megnéztük 20 milliószor, mert azért mégiscsak szeptember óta bontjuk ezt a szériát, tehát már ilyen nem volt szerintem, hogy több mint fél évig videózzak egy szériából, bár amúgy nem bánom, mert így, tehát vannak itt még nagy videó ötletek, mint az a 20 ezer forintos bevásárlós, csak durva, durva. Azt hiszem, ja, ilyen meg tudjátok ti is nézni a lejátszási listákban, mennyi videó van, de azt hiszem a legtöbb FIFA 365 videó, az pont a tavalyiból készült, amikor az a legnépszerűbb ö, FIFA 365 széria volt, akkor volt kb. a kártyagyűjtés a csúcson a VB és hype miatt, hát reméljük ez még Visszajön, hogy akkor született meg a Challenge Csütörtök. Amúgy a Challenge Csütörtök is terben van, hogy visszahozzuk, nem minden csütörtökön, csak néha-néha így játszunk, de még nem jutottunk el odáig, úgyhogy most az nagy szünetem van. Az a sorozat. Na, következő pak. Amúgy írjátok le a kommentben, hogy van-e kedvetek újra ahhoz, hogy legyen Challenge Csütörtök videó ezt nyugodtan írjátok le. És akkor megnézzük, hogy jövő hétre akár mit lehet tenni az ügy érdekében. Most viszont lehet tenni egy Topmaster-t, beadta a harmadik, harmadik, hát a harmadik rare kártyánkat, a második Topmasterünket, tehát a hivatalos esélyek szerint nem kellene jöjjön több rare, mert ugye hármat kinyitottunk, amit mond is a hátulján a csomag, hogy nagyjából így ennyi van egy displayben úgyhogy most megnézzük, hát a Momentumra persze ugyanúgy megvan az esély, nem nagy, nem nagy, sőt most már egyre kisebb, ahogy haladunk előre, de kíváncsi vagyok, hogy esetleg még egy Top Master beakad-e a csomagokból. Na, Atletico Madrid. Szóval igen, azt hiszem arról kezdtem-e beszélni akkor, mikor a Siri megzavart, hogy ugye, hogy utána mondtam, nem is tudom, na mindegy lehet másodjára mondom el, hogy a, nem állunk meg most már ugye a kártyáknál, mert mindegyiket megnéztük kb. 20 ezer szerintem, mindegyik játékos, tudjuk, hogy ki van benne, tudjuk milyen kártya dizájn van, azért haladok így kicsit gyorsabban. Még az legelején igen, ott tényleg egy 20 perces szokott lenni egy bontás megállunk itt a Magicianöknél, a trouble de most már, most már szerintem mindenki akár álmából felkeltve is tudja a kártya típusokat, meg hogy kik vannak rajta, aki persze gyűjti a FIFA 365-öt. Nézzük meg ezt a hátsót, és mindjárt vége a displaynek. Közben itt már a kezem is beleütközik a kibontott kártya úgyhogy egy kicsit így arrébb. Hát oda tegyük fel. Jó azó, Jó azólt! Na! Következő mekkora pak halom van itt az asztalom, ugye befolyik a képbe, ha már nem folyt esetleg be. Na. Nem, semmi. Ó, nagyon szomorú, nincsen sok csomagunk, hátra vegyük ki a maradékot. Mennyi van itt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakkunk van hátra itt a FIFA 365 displayből. Hát um... Hűha. Hűha, hűha. Az nem valami sok. Az nagyon nem valami sok. Kérlek, valamit még négy csomag van már csak hátra. Nem, ebben a pakban sem. Kezdek szomorú lenni, Panini. Na, három pakkan hátra. Kavi, Maguire, Zsiru, Grill is utolsó előtti csomag a mai videóban. Nagyon gyorsan kibontottuk a display. Nem, itt sincs semmi. Ne. Ne már. Utolsó csomagunk, srácok. Kérlek, Padini, kérlek. Na nézzük. Nem, nem adta be. Nem baj nem baj, így is nyitottunk négy momentumot, meg hát azért duplát is, mert szerintem egy 5-6-ot sikerült kibontani. De srácok, ez volna ez a momentum, van ez, sajnos nem jött össze, ellenben beadta garantált invincible illetve a kettő Top master is, ami úgymond garantálva van egy ilyen displaynél. Ha srácok, ez volna ez a mai videó, jövő héten találkozunk egy következő videóban, és ha tetszett, akkor dobjatok fel lejtet like és iratkozatot fel a csatornára, hogyha még nem tettétek meg, addig is legyetek jó, sziasztok!